Tisztelt igazgató úr, kedves vendégeink! Énekeljük el közösen a himnuszt. Dobosi László igazgató úr ünnepi beszéde következik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves atyák, kedves kollégáim, kedves szülők, rokonok, barátok és természetesen kedves 12-es diákjaink, örömmel jelentem be, hogy bővítettem a tavalyi virtuális szókincsemet. Úgy is mondhatnánk, hogy nyelveket tanulok, ami a mai világban azt gondolom, hogy nagyon dicsérendő dolog, és így talán majd azok is megértik, amit mondani akarok, akiknek leginkább szól. Nekünk tanároknak, szülőknek, felnőtteknek amúgy is ideje volna már tudomásul venni, hogy kénytelenek vagyunk megtanulni ezt az új nyelvet. Persze, az is eszembe jutott, hogy vajon van-e értelme az ilyen ünnepi beszédeknek? Vajon van-e olyan itt a teremben, aki tényleg figyel rá? És vajon azok figyelnek-e, akiknek szól? Mert hát megszoktuk, hogy ilyenkor az igazgatónak mondania kell valamit, hát illedelmesen meghallgatjuk, megtapsoljuk, ha rövid volt, aztán jöhet a lényeg. A tánc, a szalagtűzés, a bál. Én megtaláljak ki minden évben valami újat, valami frappánsat, hogy mégis átmenjen az üzenet. De milyen üzenet? Az, amit éveken át szajkóztunk, amitől az iskolánk tényleg az, ami. És ami tulajdonképpen el kell hallani, hogy férjen egy apró szalagom, amit emlékeztetőül aztán majd feltűzünk a gyerekeinkre, hogy el ne feledjék. Éppen ezért a beszéd megírásakor azon gondolkoztam, hogy milyen stílust, formát, nyelvet válasszak, hogy átmenjen ez a bizonyos üzenet. Mondjuk szónoki beszéd röpke 2,5 órában, barokkos körmondatokban. Vagy tanári, igazgatói kesergés a jól bevált tanórai keretek között 45 percben. Vagy mondjak egy papos hegyi beszédet egy prédikáción egy negyed órában. Tanácstalan voltam, és ösztönösen egyre rövidebbre szabtam a saját kereteimet. Amúgy is ez ma a módi, rövid legyen és egyértelmű. A virtuális világban nincs idő a túl hosszú szövegeknek az elolvasására. Szóval mi lenne, ha blogos formában osztanám az észt, mondjuk egy képernyőnyi terjedelemben? Vagy legyen inkább a mostanság divatos mikroblog szolgáltatása, Twitter, 144 karakter csipogó madara, de akkor már itt be kellene fejez, mert hogy ennyi a 144 karakter. Rendben, akkor inkább csak képeket osztok meg az Instagram közösségi hálón, kivetítem oda hátra a falra, aztán legfeljebb kommentelem pár szóval. Ez ma a menő. Többet elárul rólunk, mint azt gondolnánk, olykor túl sokat is. Vagy inkább végre regisztrálok a Facebookon, és teszek egy bejegyzést valami menő, debelős képpel, azt talán mindenki lájkolni fogja.
Amúgy is úgy tartják, hogy ami, illetőleg aki nincs fenn a Facebookon, az nem is létezik. Nem tudom, hogy ennek mentén hányan nem létezünk itt a teremben, de az bizonyossággal állíthatom, hogy ők léteznek. Leginkább ott léteznek. Tehát ott érdemes üzenni, ha azt akarjuk, hogy meghallják, amit mondunk. Itt ugyan egy villanás erejéig eszembe jutott egy műfajidegen verses forma, a haiku, a maga 17 szótagjával, de valószínűleg már azon is bőven túl vagyok. Pedig a 13. század óta létező forma legalább nem én központú, úgy, mint az összes többi, amit idáig felsoroltam. Ekkor jött az ötlet, hogy inkább feldobom az egész szöveget és minden gondolatomat a Dropboxba, a felhőbe. Én még úgy is azt tanultam a Bibliából, hogy az odafent levőket kell keresni. Ott biztos megtalálja mindenki, akivel megosztom. Letöltheti, ha akarja, és betöltheti, ha hagyja. És ki tudja, talán odafent találkozik a virtuális világ a transzcendenssel. Mert cseppet sem mindegy a mindennapokban, hogy mire függesztjük a szemünket. A képernyőre, azaz lefelé, vagy a felhőre, azaz felfelé, az ég felé. Vigyázzunk, mert ha eltévesztjük a célt, nagyon eltájolódhatunk. Végül aztán úgy döntöttem, hogy legyen a hagyományos SMS. Egy újjal bepötyögtem azt a néhány szót, amit tulajdonképpen az elejétől fogva el akartam mondani. Itt vagyok, Uram. Engem küldj. Csak ennyi. Ezt szerettük volna elmondani nektek az évek alatt. Ez megjegyezhető. Csak kellene, ráférne. Akár arra a kis szalagra is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Melódia című darabját adta elő fuvolán Foster Dóra Liza, 11. B-osztályos tanuló. Sík Sándor az Acélember című versét Pietrász Márcsin, 11. E-osztályos tanuló mondja el. Sík Sándor az Acélember. Áll egyenesen, egymagán,
az acélember a hegy homlokán. Széttárva karcsú, hosszú karjai a kábelek kígyóit tartani. Nem görnyedez, és nem erőlködik. Áll, és feszül, és hordja terheit. De hűvös feje túl a drótokon, hosszan elnéz a nyúlós utakon. Lát embereket és országokat, bolond és keserű látásokat. Az éhes ember némaráncait, dokkok penészes árusáncait, országhatárok ingatáncait. És hall hazug és gyilkos hangokat, borhősöket, barátokat, bankokat és népgyűléseket és tankokat. Az eszme önmagára lázadását, a forradalmak bárgyú körfutását, az őrülések örök újulását. A földgömb reng, és ég a szemhatár. Az acélember néz és konstatál. Áll és szótlan ég felé feszül, hordja a kábelt rendületlenül. S ha olykor egy-egy holdas éjszakán ráül terhével a szörnyű magány, s a látomások emlékeitől dereka már-már megroppanni dől, ilyenkor elég egy szempillanás. A szomszéd hegyen másik óriás, a harmadik orban a harmadik hordozza a látomás titkait. Egy pillanat, egy közös rezzenés. A három acélember összenéz. Testvér, mondja az acél pillanat, tudom, gyengének lenni nem szabad. Tudom, a mi törvényünk állani, mi vagyunk a vezeték várai. Nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek, de rajtunk megyen át az üzenet. Az ismeretlen igét hordja vállunk, bennünket ideállítottak, állunk. Iskolánk Laudate vegyeskara következik. Bárdos Lajos, Tiszai dallamok első és harmadik tételét éneklik. Vezényel Havasi Gábor tanár úr. Tamás tanár úr, a 12. C osztályfőnöke mond ünnepi beszédet. A
Sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, igazgató urat, iskolánk lelkipásztorait, kollégáimat, és természetesen benneteket, kedves végzős diákok. Jó sokan eljöttek. Először azt gondoltam, izgulni fogok, aztán megfogadtam, hogy mégse, és most mégis. Ha mégsem látszódna, csak azért van, mert ügyes volt a sminkes és a fodrász. Nos, azt gondolom, matematikusként jól becsülte meg az arányokat, és a jelenlévők közül többen nem ismernek, mint igen. Ezért szeretném elmondani, hogy pedagógiai munkásságom első osztályfőnök hivatását töltöm, a 12. C osztályfőnökeként. Ebből következik, hogy ez életem első osztályfőnöki szalagolható beszéde. Éppen ezért, mint a filmekben, magam is készítettem egy nagyon jó kis beszédet, amit hetekig gyakoroltam a tükör előtt, de a beszéd sajnos otthon maradt. Erről röviden annyit, hogy kedves feleségem, aki egyébként ott foglal a helyet önök között a sorokban, ha jönnek a bálba, szívesen bemutatom, egyébként jöjjenek, állítólag jó lesz a zenekar. Nos, kérdeztem feleségemet, melyik táskáját hozzam a magával. Mondta, hogy az elegáns feketét, csak itt az iskolában derült ki, hogy abból van három, úgyhogy a beszél a táskában, a táska pedig otthon maradt. Természetesen nem szeretnék csalódást okozni önöknek, valamire talán azért emlékszem. Amikor igazgatói helyettes asszony felkért erre a megtisztelő feladatra, mint láthatják, elfogadtam, azonnal elkezdtem gondolkodni, miről is beszéljek. Ne legyen túl unalmas, túl közhelyes, 400-nál többen azért ne ásítsanak rajta, de nem is kellett sokat gondolkodnom, és talán nem is önmagam lennék, ha nem a labdarúgást írnám segítségül. Szakemberek azt mondják, hogy a labdarúgásnak három fázisa van, a labdabirtoklás, az ellenfél labdabirtoklása és a váltás pillanata. A váltás pillanata, amely a legfontosabb momentum, és ami leginkább meghatározza ezt a csodálatos játékot. És pontosan a váltás pillanata az, amit én most szeretnék segítségül hívni. Ugyanis mi, gimnáziumi tanárok, a világ egyik legnemesebb hivatását végezzük, hiszen részesei, szemlélői, segítői vagyunk a váltás pillanatának, az átalakulásnak, az átváltozás folyamatának, melynek során a fiú férfivá, a leány nővé, a gyermek felnőtté válik. A váltás pillanata során diákjaink, önök gyermekeik a játékokat és a csocsóasztalt könyvekre, a csevegéseket beszélgetésekre, a stílusokat egyéniségekre cserélik. Ebben az időszakban a nyelvismeret nyelvtudássá, a haverok barátokká, az álmok pedig célokká válnak. A gimnáziumi 4-6 év során megjelennek az első szerelmek, olykor az első csalódások. Sokan megszerzik első nyelvvizsgáikat, a jogosítványt, extrém esetben a vadász vagy épp a halőr vizsgát is. Amikor osztályfőnök lettem, feltettem magamnak a kérdést, hogy te. Mármint, hogy magamban tegezni szoktam magamat, gondolom ezzel sokan így vagyunk. Nos, megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy mi is a célom ezzel a társasággal. És akkor megfogadtam, hogy megtanítom őket győzni. Egy ismerősöm viszont azt mondta, inkább veszíteni tanítsam meg őket, hiszen az élet csupa harc, küzdelem, csalódás. Ennek ellenére a győzelemre, a kudarc kelőrésére és a vereség feldolgozására neveltem diákjaimat. Egy valamiben azért igaza volt ismerősömnek. Ugyanis mi, gimnáziumi tanárok, az évek során rengeteg csatát vívunk diákjainkkal, melyből nagyon sokat elveszítünk, néhányat mi tanárok talán azért megnyerünk, de ez a 4-6 év, mely sokkal inkább hadakozás, mint sem háború, a végén békével zárul. Békével, melyre a diákjaink egy nap 5-10 vagy akár 20 év múlva visszagondolnak, akkor egy élménydús, tartalmas, sikerekben gazdag időszakot látnak maguk mögött, mely valóban csak egy pillanatnak fog tűnni, a váltás pillanatának. Kívánok én addig a célok eléréséhez sok sikert, hitet és kitartást. Isten áldja a Nagy Lajos gimnáziumot, Isten áldja a 2017-es évfolyamot. Köszönöm. Hallgassák szeretettel a Pécsi Nemzeti Színház állandó fellépőjét, Tarlós Ferenc 12. B-osztályos tanulót. A Padlás című musicalből énekli a Fény év távolság című számot.
Szülők, vendégeink. A szalagtűzés következik. Először a végzős diákok tűznek szalagot az iskola vezetőség tagjainak, a ciszterci atyáknak és Garami Andrásnak, a 12. osztály, a 12. D-osztály volt osztályfőnökének. Ezt követően a 11. évfolyam képviselői tűzik fel a szalagot a 12. évfolyam diákjainak és osztályfőnökeinek. Studi Gabriella tanárnőnek, Takácsné Horváth Eszter tanárnőnek, Pap Tamás tanárúrnak, Bence Zsuzsanna tanárnőnek és Baráti Ákos tanárúrnak.